Rockfm reggeli ébresztő műsora. Élesztő. Továbbra is nagyon szép és nagyon kellemes reggel kívánunk nektek, egészen pontosan 37 perccel járunk 7 óra után, és ígértünk nektek egy telefonos beszélgetést Süli János miniszter úrral, aki itt is van a vonal túlsó végén. Szervusz János, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én is a rádió hallgatóknak, nektek is, mindenkinek. Jó reggelt! János, te vagy az első, akit telefonon keresünk az ügyben, hogy ugye újabb korlátozások léptek életbe, és ugye te vagy nem csak ugye miniszter, vagy tárcanélküli miniszter, a Paks 2 beruházásért felelős, hanem gyakorlatilag az országgyűlési képviselőnk is. Így aztán egészen biztosan tegnap te is ott voltál a parlamentben, amikor ugye arról kellett szavazni, hogy a kormány felhatalmazást kapjon erre a jogrendre. Gondolom, én ott voltál, és milyen volt maga ez a parlamenti gyűlés? Ugye ott voltam, mert eleve kétharmados, meg hogy a házszabálytól való eltérés létrejöhessen, az meg ötnegyedes szavazást igényelt, ott a jelenlévők ötnegyedének kellett megszavazni, hogy soron kívül tárgyalhatunk erről. A végeredmény pedig magát a elfogadását a szabálynak, az pedig kétharmaddal, ott a jelenlévő kétharmada kell ahhoz, tehát ezért aki nem volt beteg, attól elvárható volt mindenkitől, hogy vegyen részt ezen a szavazáson. A 199 fő a parlamentnek most a létszáma 182 fő vett részt a szavazáson. Hát akkor az egy elég szép arány, én azt kell, hogy mondjam. Jó. Igen. No, mit gondolsz ezekről a döntésekről, amelyeket most hozott a kormány, hiszen egyrészt kormánytag is vagy, másrészt pedig, ugye, mint ahogy az előbb is említettem, országgyűlési képviselőnk. Mennyire tartotta te is fontosnak azt, hogy most már végre akkor valamilyen korlátozások itt a vírus helyzet kapcsán foganosítva legyenek? Hát ugye nyomon van itt sok minden követve, nemzetközi tapasztalatok, osztrákok, alapvetően nekünk mind mégis az osztrák egészségügy, osztrák szervekhez, akár határrendészet, egyébhez való komoly igazodás, egyeztetés volt végig. Ugye a bizottság minden reggel ülésezett, a miniszterelnök úr is bekapcsolódott a operatív törzs munkájába. Meg akartuk úszni, hogy lehetőleg kevesebb korlátozással menjen az ország, de hát azt látszik, hogy nem lehetett, és az látható volt, a országok körülbelül 9 nappal ezelőtt hoztak olyan szabályokat, amit a végén mi is tulajdonképpen majdnem mondhatjuk, hogy egy-egybe átvettük, hogy akkor ezekkel az intézkedésekkel próbálunk, és mivel napi követés van, ha további szigorítások kellenek, akkor sajnos szigorítások lesznek. Hogy ezt világosan elérteni, hogy tulajdonképpen ez fölér egy háborús helyzetre, csak más eszközökkel van vívva a háború. Tehát még rosszabb, mert ott legalább látott, hogy honnan lőnek. Igen. Itt meg azt se tudott, hogy mi az, amivel téged meglőhetnek. A legjobb barátod fog véletlenül a legjobb szándék ellenére megfertőzni, ő se tudja magára, hogy mi van. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni. És alapvetően nem a kormány, hogy mondjam, érdeke ez, hogy persze a kormány felelős a magyar állampolgároké, magyarországi, de mindenkinek a maga felelőssége csak a saját érdekébe, tehát nem más érdekébe, nem a kormány érdekébe, nem önmaga, ezt elmondtam tavasszal is, a saját szülei gyereke érdekébe, mindenki próbálja meg. Nem kellemesek ezek a szabályok, nem jók, de tényleg az, hogy vívunk egy háborút, egy láthatatlan ellenséggel. János, többször hallottuk ezt a hivatkozást, hogy Ausztria a minta, vagy legalábbis őket figyeljük, és miért pont, lehet ezt tudni, hogy egyébként miért pont Ausztria, mondjuk miért nem Európa valamelyik másik országa az, amelyhez, hát hogy mondjam, nem az, hogy igazodunk, de amelyre nagyobb figyelmet fordítunk? Hát ugye az osztrákokkal alapvetően több évszázados kooperációban, mindegy, hogy akkor milyen konstrukcióban, de hogy egy sokáig monarhiában is megvoltak azok a kötődések, amiben az az egészségügy, az államszervezet, a vidéki önkormányzatiságban, tehát vannak olyan közös gyökerek, ami összehasonlítható, levezethető, és akkor tulajdonképpen egy fejlettebb egészségügy, jobb fizetéssel rendelkező osztrák egészségügyi hálózat, tehát ha egy előttünk járó szervezetet követünk, az mindig jobb, mintha mondjuk más országot, nem akarok senkit minősíteni, és sokkal jobb azt figyelni, aki jobb helyzetben van,
fejlettebb lehetőségekkel, de az a közös múltban nagyon sok azonos szervezeti fölépítés van, akkor, ha egy ilyen országot követünk, akkor követhető és válik meg lefordíthatók az intézkedések magyarra is. Köszönjük. János, mennyire gátol a munkádban, ugye most a személyes találkozókat azért amennyire lehet kerülni kell, mennyire nehezedik át a kommunikáció az online térre? Hát ugye már tavasszal is, amit lehetett videokonferenciába oldottuk meg, akár az orosz féllel, de más nemzetközi partnerekkel is, a atomenergiaügynökség, a brüsszeli partnerekkel is, szerződésmódosítástól kezdve tervek elkészítése, tehát folyamatban van azért rengeteg munka. Egy szerencse a szerencsétlenségbe, azt akkor is elmondtam, Paks 2 teljes informatikai átalakítása februárban megtörtént, egy mindenkinek hordozható eszköz volt az asztalán. Ezzel tulajdonképpen most is hétfőtől Paks 2 személyzete otthonról home office-ba tudja végezni a munkát, a vezető kivételével mindenki otthon van, ha kell, akkor bejön. Az orosz fél is tudja végezni a tervezést, hatóság, az ellenőrzést, tehát ez a munkára negatívan nem vetült ki, tehát mindenki tudja zökkenőmentesen végezni a tervezési munkát. Mi értelemszerűen mi is, amit lehet, azokat a megbeszéléseket elhalasszuk, különböző előadások voltak bevállalva, hát azt terveztük, hogy ugye végigjárjuk a településeket a körzetbe, hisz a dokumentáció beadásról tájékoztatni akartuk a településeket, azt a 49 települést még ide le akartuk járni, akivel a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványon keresztül támogatási kört is, ugye ez bővült most a Közép-Duna menti lehatárolt térség 99 településsel, ami egy fejlesztés övezetté vált, hogy a balatoni térség meg a tokai térség mellett létrejött ez a paksi térség. Tehát volna hova mennünk, a polgármester asszonyokkal, polgármesterekkel bármi van, telefonon kapcsolatban vagyunk, tegnap a Simon Tóval, de akkor a nagy széktétet, mindenki a nagy dorogival, tehát mindig van adottság. Tehát egy héten belül, kb. 10 polgármesteri úrral volt telefon beszélgetésem, a Szabó Péter urat nem is számítom bele, mert ott ha kell, két naponta tudunk beszélni a folyamatban lévő városfejlesztési, meg egyéb ügyeinkről. És a lakossággal milyen a kommunikáció? Most gondolnék itt a Facebook oldaladra. Mekkora szerepet kap ez manapság, illetve érkeznek-e kérdések, meg tud ezt válaszolni, vagy egyáltalán ki kezeli, ki válaszolja meg azokat a kérdéseket, amik esetlegesen a lakosság részéről érkeznek? Hát ugye van eleve lehetősége van egy parlamenti képviselőnek munkatársakat alkalmazni, a munkatársaimmal szoktuk a fogadórát szervezünk, majd egyéb ott is a kapcsolatot tartani, vagy ha helyszínen utána kell járni valaminek, ők benne vannak, és akkor a Facebook oldalt is közösen próbáljuk mindig utolérni magunkat. Most nekem is volt egy kis úgy szünet, hogy kevesebb megjelenésem volt a napokban, de pörgetjük azt az oldalamat is, hogy minél többet tudjuk a lakosság fele és részvevételekkel együtt akár visszajelzéseket, de zömében, akinek komoly részvevétele van, az föl is szoktuk keresni a munkatársaim. Fölkeresik azt, ha kell, akkor intézzük a fölmerült problémákat. Okay. János, kicsit visszakanyarodva itt a korlátozásokra, hiszen ezek adják talán most ugye a beszélgetésünk apropóját. Nyilván nagyon sok pontja van ennek a dolognak, és talán nem is lehet így egyszer az összeset összefoglalni, de mégis melyek lennének azok, amelyeket például te személy szerint a legfontosabbnak tartasz, és kiemelnéd, és felhívnád rá hallgatóink figyelmét? Ugye változatlanul az a legfontosabb, amit az elején is mondtam, hogy nem mások érdekébe, magunk érdekébe, és azon keresztül a mások érdeke is érvényesülni fog. Tehát ha magunkra vigyázunk, az távolságtartás, lehetőleg társas rendezvényekre, nem menjünk a fiatalok, és ha ugye nem véletlenül van az, nekem volt, aki már reklamált, hogy de hát ők csak 6-an fognak
lábtengózni. Ugye most olyan világ van, hogy már a barátaink közül is vannak komolyan betegek. Nekem de halt meg közvetlen olyan munkatársam, akinek a fővétele folyamatban volt, ott ült előttem, minden megegyeztünk, hogy akkor jön hozzánk dolgozni, de nem tud hozzánk jönni dolgozni, mert eltávozott közülünk, és senki nem gondolt, hogy ez be fog következni. Ugye többen vannak Tolna megyében is ismerősök lélegeztetőgépet, úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy meg a helyzet komoly, nem tudjuk, hogy életerős embereket is le tud venni lábról, meg lehet még a halálozási statisztika alapvetően az égidőseket érinti, de mindig vannak, látjuk, hogy kivételek. Tehát ezért én azt gondolom, hogy annál fontosabb nincs, mint a kézmosás, fertőtlenítő kézmos, szájmax, lehetőleg kevesebbek legyünk nagy társaságokba, azért szabad levegő legyünk, sétáljunk, mozogjunk, de nem kell semmilyen egyéb dolgot, tehát nem kell kivívni magunk ellen a sorsot. Szerintem ennél több jó tanácsot én nem tudok adni, mert ugye van, akit bosszanthat, hogy az ő szférájába egy kormányzati döntéssel nyúlunk, hogy 8-tól 5-ig akkor ő nem mozogjon kint. Ugye a munkába járás egyéb az kivétel, de ez tényleg azért van, mert most nekem is a két unokám már érintetne, hogy a Pakson pont abban az óvodás csoportba járnak, amit ugye Szabó Péter úr bejelentett szombaton, hogy akkor a két óvodás csoport az karanténba került. Tehát most már, amit tavasszal nem volt, csak hallottunk, és tavasszal az egész Tolna megyében tizenvalahány megbetegedés volt, a legalacsonyabb volt a megyék között, ahhoz képest most már nincs különbség. A 3500 településből pár település a kivétel, ahol nincs még járvány, tehát ezért kell vigyáznunk egymást, meg magunkra legfőképpen. János, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, ha jól tudom, akkor pont is most talán pont egy kormányülésre tartasz, hogyha minden igaz? Igen, szerda az kormányülés szokott, hétfőtett parlament, de közben meg a egyéb dolgokat. Most is még előtte 9-kor van egy találkozom a munkai, a Biari János utcában van nekünk a székhelyünk Budapesten, és 9-kor még találkozom, a kivételesen 10-kor kezdődik a kormányülés, mert egyébként 9-kor szokott mindig. Jó. No, hát még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Jó utat, jó munkát, és amit, ahogy te is kiemelted, a legfontosabb, jó egészséget kívánunk. Igen, azt kívánok én is minden rádióhallgatónak, nektek is jó egészséget. Köszönjük. És akkor ezt ki kell bírni, át kell vészleni, nincs mese. Hát így, ahogy így van. Jobb tanács nincs. Még egyszer köszönöm szépen én is a megkeresést. Szervusztok, jó munkát. Szervusz János, és szép napot. Jó jutott. Süli Jánossal beszélgettünk az elmúlt percekben, tárca nélküli miniszterrel, aki egyébként a PAS 2 beruházásért felelős, és egyébként, és talán most inkább ez volt a fontosabb országgyűlési képviselőnkkel, aki tegnap is ugye ott volt a parlamentben, és ő is szavazatával erősítette azt, hogy ezeket az intézkedéseket éjféltől bevezessék. Élesztő! Maradjatok otthon! Velünk!